és az élmény, hogy aki eddig jelent meg, a telemítés ügyészség képviseletében. Magas vérnyomás megbetegedése, arra az rendszeresen gyógyszert rá, tehát rendszeresen gyógyszert rá, és valamilyen orvosi kezelésre is szorul. Nem tudom, hogy erről be akar szólni. Tehát ez a vérnyomással kapcsolatosan. Az én fiam, amikor meghalt, akkor tudtam meg, hogy sajnos fagyálló mérgezés volt, akkor tettem följelentést, és én nyomoztam a nyomozati után az embereket, akik nem haltak meg, az én miattam köszönhetik, mert én vitettem el mentővel őket, mert ők is elmentek orvoshoz, és azt mondták neki az orvos, hogy valami vírus betegsége van, feküdjön le. A fiam a kameráról visszanézve pénteken kezdte fogyasztani a bort. Ők, akiket beküldtem, én beküldettem a mentővel, mert hívattam a mentőket, ők pedig vasárnap este kezdték el inni a bort, és csak 2 litert fogyasztottak el. Ezért maradtak ők meg, nem azért, mert ők keveset ittak, meg nem drogoztak, mert a fiam sem volt drogos, csak volt valamennyi dizájnszer benne, és én nekem köszönhetik, most mondom, hogy nem haltak meg, mert én vitettem el ők, átmentem 60-ba, mentőt hívattam, mondtam, azonnal vigyék a toxológiára, mert fagyáló mérgezése van, mert már nekem az orvosok elmondták. Farkas János is onnan tudta, mivel velem volt állandóan, és egyedül Vajtai Pált okolom azért, hogy a fiam meghalt, mert tudta, hogy kik mennek be, mert tudták, állítólag akik ugye mondták, hogy látta is a Vajtai Pál őket. Miért nem szólt nekem, vagy miért nem szólt a Kurunci Tibornak, meg a Gergőnek, akire fogta, hogy ők lopták el a barát, hogy ha elvittétek a bort, fagyáló van benne, meg fogtok dögleni. Rögtön igazat adok neki. Aki a borból ivott, az nem eszik, nem iszik, de aki nem lopja el a cuccot, az nem érti, hogy miért mondja, de ha mondta volna, hogy figyeljetek ide, ha nem kivittétek el a bort, akkor esetleg, ha valaki tudtok, hogy elvitte, szóljatok neki. Rögtön meg lett volna előző.